Október 14-én a Szentgyörgyvári Vadászháznál került megrendezésre a Vértesi Erdő ZRT Gímszarvas trófea szemléje. A társaság első ízben szervezte meg trófea mustráját, melynek sikerét a rengeteg ide látogató is bizonyította. A Vértesi Erdészeti és Faipari ZRT 30 ezer hektáron gazdálkodik. 2600-700 darab gím vadat állt el. Én, amióta itt dolgozom, az egyik legjobb termést érzékenem a gímszarvas vadászatban. Az idei szarvasbőgésnek a termését állítottuk ki rendhagyó módon először, úgyhogy minden erdészet megmutathatja azokat a bőgés időszakba esett szarvasbikákat, amik hát legalább az 5,5 kilót elérték. Megható pillanatok ezek, mert azért itt látjuk azt, hogy egy abszolút jó, reális képet kapunk egy 30-40 ezer hektáros élőhely eredményéről, amit itt a vadász barátaink, kollégáink terítékre hoztak az lélekemelő. Alapvetően két tájegységből származnak ezek az agancsok, a kétharmada a vértesi tájegység, az egyharmada pedig a Dunazúg-hegységi tájegységből származik. Mind a vértes, mind pedig a gerecsei vadászterületeink meglehetősen szabdaltak, és a gímszarvas bika vadászata nehéz, viszonylag kevés a vadföld, így aztán az erdősült területeken esik a trófás vadnak a nagy része. Négy vadászterületen gazdálkodunk, három vadászterület esetében abszolút a gímszarvas az, aminek a jelentősége nagyobb, és túlsúlyban van egy vadászterületünk, a kisbéri vadászterület, ahol a fővad inkább a dám. Egyre több a magyar bérvadász, aminek szintén örülünk. Óriási igény van a magyar kiváló világbajnok vadász lehetőségekre. A vendégeinknek 70-80%-a mondhatom, hogy visszajáró vendég, és szintén 70-80%-a hazai bérvadász. Akik külföldről jönnek hozzánk, azok elsősorban német nyelvterületekről, de svéd bérvadászok is meglátogatnak bennünket évről évre, és ők is most már visszajárónak tekinthetők. Jelenlegi trófea bemutatónk inkább meghívásos alapú volt. A saját munkánkat szeretnénk ezzel kontrollálni, illetve a kollégáknak, kísérővadászoknak egyfajta szakmai lehetőséget nyújtani a konzultációra, viszont a jövőben mindenképpen úgy tervezzük, hogy a hasonló trófea szemléink a nyilvánosság számára is elérhetővé váljanak. Erre természetesen szeretettel várjuk majd a bármilyen érdeklődőt, köztük a hazai bérvadászokat is, akiket bíztatunk arra, hogy keressék saját vadászati irodánkat. Azért is hívtam meg a szomszédokat, akik velünk együtt működnek, hogy minden évben tartsuk meg ezt a trófea mustrát, és akkor látjuk, hogy az együttműködésünknek mi az eredménye. Mert ezen tudjuk lemérni, hogy amit mi elképzelünk, meg eltervezünk, meg megcsinálunk, az úgy realizálódik, hogy az aratáskor bemutatjuk a termést, és akkor látjuk, hogy léptünk előre, vagy nem. És ezt fontosnak tartom, hogy ez minden évben megtörténjen, mert rengeteget tanul egy szakember, meg egy gyakorló vadász is az ilyen bemutatókból. A Zalaerdő ZRT immáron 15. alkalommal rendezte meg trófea szemléjét október 14-én a Szentpéterföldi Vadászháznál. Idén az erdőgazdaság méltán büszkélkedhetett az elmúlt évek legjobb minőségű, páratlan gazdagságú terítékével. Úgy gondolom, hogy a Zalaerdő ebben az évben egy rendkívüli terítékkel büszkélkedhet, amely minden mutatójában felülmúlja az elmúlt 10 év átlagát. Szinte kivétel nélkül 10 kg felett is trófeájú egyedekről beszélhetünk. Az idei év rekordja egy 13,51 kg-os gimbika, de 13 kg meghaladóan még egy darab került terítékre, úgyhogy rendkívül elégedett vagyok az eredménnyel. Említésre méltó és egyben figyelemre méltó is az átlagsúly, ami az elmúlt éveket messze meghaladó.
az összteríték átrak súlya 7 kg 18 dekagram volt. Nem remélten jó minőségű és gazdag gémszarvas teríték esett a szeptember hónapban. Összesen október hónap elejéig 169 trófeát vittünk el a bírálatra. A 169 trófeából 24 darab kapott aranyérem minősítést, 44 darab ezüst és 44 darab bronz érem minősítést. Úgy gondolom, hogy majd évek múlva is szívesen visszagondolunk erre a szeptemberre. Amit az elején rögtön tudtunk az első bikáknál, hogy sokkal jobbak az agancsúlyok. Ugye ez mindig egy kicsit lutri az év elején, hogy elég súlyosak az agancsok, kevés súly van bennük, és hát az első bikák elesése után, agancskifőzése után derül ki. Hát az idén nagyon jó meglepetése, rögtön az első bikák nagyobbak, nehezebbek lettek, mint amit gondoltunk róla, és hát ez tartott végig. Tehát gyakorlatilag egy-két bika, amelyik nem nehezebb, mint amennyinek kinéz, és hát ebből is látszik, hogy a súlyrekord is megvan az idén. A kiváló eredményeket látva megfogalmazódik a kérdés. Minek is tulajdonítható ez a példátlan siker? A siker az egy rendkívül összetett munka és egyéb feltételek együttes hatása kapcsán jött elő. Természetesen az élőhelyi adottságok, hiszen Zala megyében a gímszarvas számára rendkívül kedvezőek az élőhelyi adottságok. Ezen belül természetesen a genetikai értéke is nagyon magas a gímállománynak. Természetesen a szakszerű munka, a válogató munka, és hát hozzá kell tenni, hogy a sportvadászok remélőkészsége is ide tartozik. Idén szeptemberben kiegyenlített és változásoktól mentes volt az időjárás. Minden időjárás változás a megfigyeléseink szerint a vad élőhelyet változtat, a nappali beálló helyét megváltoztatja, tehát mindenképpen hatással van ennél fogva a vadászatra is. És most a legfontosabb két hétben nem volt időjárás változása, a területek részek megközelíthetőek voltak. Sok-sok áldozatot hoz az alaerdő, anyagi, fizikai áldozatot, hogy az állományt megőrizze, hogy a vadkárt mérsékelje, folyamatos évtizedeken keresztüli odafigyelés, és az áldozathozatal az, aminek a gyümölcse a háta mögött látható teríték. Október 8-án immáron negyedik alkalommal rendezték meg Kaszón az éves trófeaszemlét Ünnepnapok Kaszón címmel, ahol a szarvasbika vadászat idei eredményeit mutatták be az érdeklődőknek a vadászházoknál található Hubertus keresztnél. A rendezvényt Galamb Gábor, a társaság vezérigazgatója nyitotta meg. Nagyon sikeres szarvasbőgés után vagyunk, azt hiszem 2016-ban. Itt a mai, immár negyedik alkalommal megrendezett Kaszói Ünnepnapok című trófeaszemlénken 70 gimbikát tudtunk kiállítani, és örömmel jelenthetem, hogy a szeptemberi bőgési érmes arány az 70% fölött van, ami nagyon komoly számnak számít. Úgy gondolom, hogy a maradék szezonban, ha már nem is ejtenénk el érmes bikát, ami nem valószínű, akkor is 60%, illetve a fölött várható a szezonnak az érmes aránya, ami azt hiszem, hogy egy kiemelkedő szám. Az átlagsúlyunk is emelkedett, már 7 kg 10 deka fölött van, ami szintén egy örvendetes dolog, és talán elmondhatjuk, hogy jó úton járunk, illetve jó utat választottunk, amikor 7 szezonnal ezelőtt azt kértem a hivatásos vadász kollégáktól, hogy próbáljunk meg egy kicsit spórolósabban vadászni a gímszarvas bikánkat, vagyis hogyha a legkisebb kételj felmerül bárkiben egy bika korát illetően, akkor ez a bika tovább megy, nincs lövéskényszer. Azt hiszem, hogy egy igazi hivatásos vadász ilyenkor szívmelengető érzést érez, hiszen ők, ahogy azt az írás is mondja, óvják és védik a vadat, és ettől szívmelengetőbb, ettől kellemesebb utasítást azt hiszem, hogy nem nagyon lehet kapni egy jágernek. Ahora.
rendezvény látogatottsága jóval felülmúlta az előző évekét, amelynek bizony nagyon egyszerű oka van. Azt gondolom, hogy talán az időpont a választás is sikeresebb, mint a korábbi években, hiszen a korábbi években munkanapra tettük, és több olyan impulzus is ért bennünket, hogy jó lenne, hogyha ezt hétvégére tennénk, mondjuk szombat délelőtre, hiszen a munkából viszonylag kevesen tudnak eljönni. Elmondhatjuk, hogy ennyien még nem látogatták meg a kaszói ünnepnapok trófea szemléjét, és ez valóban egy jó döntés volt. Én a megnyitóban azt is kértem a megjelentektől, hogy mazsolázgassanak a gyönyörű trófeák között, és jókat beszélgessenek úgy az elejtőkkel, ha esetleg itt vannak, mint a kísérővadászokkal, és értékeljék a terítéket. Természetesen a Kaszó ZRT idei gimbika vadászatának sikerei mögött egy erős, nagy szakmai tudással rendelkező háttérország áll. Kiválóan felkészült kollégákkal dolgozhatok, ez egy nagyon-nagyon örömteli dolog, hiszen csak kiművelt koponyákkal lehet előre jutni, és ez ebben a szakmában is igaz. Én azt remélem, hogy ezekkel a kollégáimmal, akikkel eddig is dolgoztunk, és ezeket az eredményeket elértük, a továbbiakban is reményeink szerint hosszú-hosszú évekig tudunk még együtt dolgozni. Budapesti Erdőgazdaság ZRT Szent Hubertus misével egybekötött trófeaszemlét rendezett az Uzsai Erdészeti Igazgatóság Úrbéri Vadászházának parkjában október 8-án, mely a tavalyi évhez hasonlóan idén is nagy érdeklődésre tartott számot. Társaságunk 4 önálló vadászterületen, 31 ezer hektár területen folytat vadgazdálkodást, ezek közül a Bakony alján az Uzsai vadászterületünk a legjelentősebb. Ezért is választottuk ezt a helyszínt, hiszen itt 10.097 hektáron gazdálkodunk, és az elmúlt évben kaptuk azt a feladatot, hogy ebben a térségben vadgazdálkodóként végezzük a feladatainkat. Ez egy nagyon nagy kihívás elé állította az uzsai erdészetet, de egyben inspirációt is adott mindannyiunknak, hiszen tudtuk, hogy a korábbi erdészeti nagy hagyományok, a híres uzsai vadászterület is kötelez egyben erre bennünket, hogy ezt a feladatot megoldjuk. Minden trófeának egy egyedi története van, amit a kollégáim mindenki érdeklődővel szívesen megosztanak. És ebből úgy érzem, hogy nem csak magát az esztétikai élményt tudják megkapni az ide látogatók, hanem egy kis szakmai vitát is lehet nyitni az elejtett trófeákról, amiből úgy érzem, hogy tanulni is tudunk sokat. Mire hívja fel a figyelmünket Szent Hubertus? Arra biztosan nem, hogy a vadászok vonuljanak kolostorba. Arra sem, hogy letegyék a fegyvert és ne vadásszanak többé. Arra viszont igen, hogy a vadász is, aki a maga nemében bizonyos állatokkal szemben az életnek és a halálnak ura, elgondolkozzék maga is az élet értelmén és célján. A mai rendezvényünk talán egy kicsit rendhagyó is, hiszen egy olyan plébános tartotta a Hubertus Szentmisét, aki nem csak a magyar édesanyanyelvünkön szólt a hívőkhöz, hanem német nyelven is. Ez azért is alakult így, hiszen az idei szarvasbőgésben nagyon sok osztrák vendégünk volt, akik szerencsére eredményes vadászat révén jó néhány szarvasbikát tudtak elejteni, és megtisztelték a mai rendezvényünket. Minden ilyen alkalmat mi szívesen veszünk, amikor a természet, a vad, az erdő iránt érdeklődő emberek találkozhatnak a szakemberekkel, és megismerhetik a munkánkat, ezáltal az emberek még közelebb kerülnek hozzánk, és ez a mai mise is erre alkalmat adott, hiszen ténylegesen így van, hogy nagyon sokan eljöttek a környező településről, akik szeretik és tisztelik a természetet, és úgy gondolom, hogy kötődnek is sokan most már
a mi kis erdészetünkhöz. Én is nagyon nagy hangsúlyt fektetek arra, illetőleg az egész kollektívám, hogy nyissunk a természet szerető nagy közönség felé. Ezért nagy örömömre szolgál, hogy ennyien megtisztelték a rendezvényünket. Remélem ez az évek során bővülni fog, egyre többen fognak jó hírünket kelteni ez a Trófea Musta kapcsán is. Illetőleg ez az itteni rendezvény egy olyan hagyományteremtő szándékkal jött létre, amiben úgy látjuk, hogy követőkre is talál, és egyre bővül az itt megjelent embereknek a köre. Úgy érzem, hogy a hagyományok ápolása, az emberi kapcsolatoknak a ápolása az ez egy fontos dolog napjainkban is, és azért ezt a összetartást erősítette a mai rendezvény is. Október 27-én rendezték meg a Sefag ZRT immár hagyományosnak mondható éves trófeamustráját a Nagy Salléri Vadászház impozáns környezetében. A Sefag ZRT 2004-ben vette át a lábodi vadászterületnek a kezelését. Hát egy elég elfiatalodott szarvasállományt és dálmállományt vettünk át. Én úgy gondolom, hogy az elmúlt időszak türelme egyértelműen visszaigazolható, hogy volt értelme ennek a türelemnek. Szeptemberben 131 gimbikat került terítékre, ami önmagában ugye egy mennyiségi mutató, nekünk szakembereknek sokkal fontosabb ennek a minőségi oldala. A hivatásos vadászaink nagy odafigyelésének köszönhetően én azt gondolom, hogy egy nagyon büszkék lehetünk az idei terítékre, hiszen minőségében is egy kiváló minőségű trófea szemlét tudtunk prezentálni az idejében. Ezért én azt gondolom, hogy egy nagyon sikeres szarvasbőgésen vagyunk túl. A legnagyobb trófea tömegű gimbikánk az 12,55 kg és lábod déli fővadászi körzetéből származik. Ez a szeptember hónap közepén esett, egy német vadász hölgy ejtette el. Csokonya visonta keleti részén, a szarvasbika több éve ismert volt számunkra, idén döntöttünk úgy, hogy elejtjük. A trófea birálat során a szarvasbika 12,55 kg-ra lett mérve, a pontszámainak száma pedig 223,05. Nemzetközi pont, 13 évesre birálták. Ma már az igényes külföldi vendégeknek csak jó vadászatot lehet eladni, és Lábódnak a jövőjét ez jelenti. Lábódnak nagyon nagy múltja van, nagyon nagy marketing értéke van. Mi szeretnénk a Sefag ZRT részéről ezt a marketing értéket valamilyen szinten a hozzánk érkezőknek visszaigazolni. Nyilván az eredményes vadásztatásnak és a törzs vendégkör kialakításának az egyik feltétele a megfelelő kísérés. Nagyon büszke vagyok arra, hogy kollégáim több nyelven is beszélnek, így én úgy gondolom, hogy részben az angol-német nyelvterületről ide érkezőket megfelelő minőségbe tudjuk kiszolgálni. Én úgy gondolom, hogy sikerre tettük ezt az elmúlt időszakban. Október 26-án rendezték meg a Gyulay ZRT Dám trófea szemléjét. Rendhagyó módon ezúttal Tamási belvárosában, a Gyulay ZRT székházának előterében. Ilyen még nem volt ember emlékezete óta a ZRT és az általunk vagyonkezelt területen. Írásos nyomai sincsenek annak, hogy egy város központban, Tamási központjában trófea szemle valaha is történt volna.
Nagyon jó vadászati idény kezdetünk volt, illetve a fő vadászati idények közül a szarvasbőgésen és a dánbarcogáson túlesett a vadászterületünk, és nagyon jó tartalmas vadászidény kezdést mondhatunk magunk mögött. Az átlag trófea tömegeink a 77 darab elejtett dánbikánál 3,74 deka, ami azt gondolom, hogy egy páratlan eredmény. 70%-os érmes arányunk van, 25%-os aranyérmes arányunk. Ez szerintem magáért beszél. Ez egy olyan különleges genetikai értéket képviselő állomány, amiről nyugodtan mondhatjuk, hogy a világ egyik legjobbja, sőt, ha más állományokat nézzünk, amelyek ma az országban és a világban kitűnő eredményeket produkálnak, azoknak az egyik szülőatya, hiszen rengeteg dámot vittek innen élő vadként a világba el. Nagyon komoly munka és energia van ebbe benne, nagyon sokat kell érte dolgozni. Egy nagyon tudatos fejlesztéssel évről évre jobb eredményeket tudunk felmutatni. A Tamási Erdészet kerületvezető erdésze mesélte el nekünk, hogyan is került terítékre egy külföldi vendége által elejtett, kiemelkedő jelentőségű vad. Egy külföldről érkező vendégvadásznak sikerült terítékre hozni ezt a szép bikát. A dolog érdekessége volt, hogy egy kollégánk ment el érte a repülőtérre, bemutatkoztam neki, mondtam, hogy én leszek a kísérővadásza, és akkor délután ugye megyünk is kivadászni. Azt is mondta, hogy itt lesz 4 napig, és nem szeretne rögtön a vadászat elején lőni, hanem egy kicsit, ha lehetne, húzzuk az időt. Meg volt az első cserkelés, mondta, nagyon szép volt, tetszik neki, hát ha lehetne, holnap se lőjünk még. És akkor azon a bizonyos reggelen, itt a barcogály közepén ott barcogott az a bika, amit én őneki szántam, 65 méterről szépen terítékre is hoztuk a bikát, úgyhogy volt nagy öröm. Nagyon-nagyon tetszett neki, és örömmel vissza fog térni. Az idei trófeamustra egy másik különlegességet is tartogatott. A szemle mellett szoboravató ünnepséget is tartottak, melynek keretében a régi dámszobor egy új alkotással egészült ki. Tisztelt vendégeink, elmondhatjuk, hogy a város a mai napon ismét egy műalkotással gyarapodik, ami egy kisváros életében mindig jelentős esemény, ünnep. A szarvas nemzeti szimbólumunk, ősi totemállata a magyarságnak, amely Hunort és Magyart az őshazába vezette. A dámszarvas, a város és a Gyulaj ZRT szimbóluma, helyi jelkép, közös pont, amely összeköt és nem elválaszt. Az önkormányzat kezdeményezésére és ötlete alapján és az ő pályázati munkájuk és előkészítő munkájuknak az eredményeképpen jöhetett ez létre. Körülbelül, ha jól emlékszem, 2 évvel ezelőtt kerestek meg ezzel az ötlettel, és akkor még nem is gondoltam, hogy 2016. augusztusában Tolnaikum címet is kap a gyulai dám. Szerencsénk volt, mert az igazgató úrnak az irodájában egy állítólag tökéletesen sikerült, hát kitömött, preparált példányt találtunk, és róla vettünk méreteket. Az a rengeteg fotóanyag és filmanyag, amivel átítottuk magunkat ennek a témának, az lassanként kiéleli bennünk azt, hogy nem egy egész erőteljes szarvasbikát szeretnénk megformálni. Mi próbáltunk egy olyat, ami a leginkább visszaadja ezt a képet. Egy nagyon szép és nagyon kedves, nagyon méltóságteljes, szabad állat, ami megfogott. Talán ezt a hangulatot én vissza akartam adni. A műsor támogatója a Blázer Magyarország Kft. Szenvedéllyel a vadászatért. A Nimród Vadászújság. A Diana és a vadászoknak filtereste a gyártója a Gyógyfű Kft. A Magyar Mezőgazdaság piacvezető agrárgazdasági hetilap és annak állandó havi melléklete az Erdőgazdaság és Faipar. Az Isuzu D-Max importőre a Wallis Automotive Europe. A műsor támogatója a Gödöllői Királyi Kastély.